Üdv néked, ifjúság! Üdvözl légy, magyar nép! Ki lángban és vérben születtél meg újra három nagy éjszakán vad ágyú dörgésben. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából október 23-án Dunaszerdahelyen a hagyományoknak megfelelően a diktatúrák áldozatainak emlékművénél tartottak megemlékezést. Hájó Zoltán polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy az 56-os hősök bátorságukkal és tetteikkel a ma embere számára is példát mutatnak. 66 évvel ezelőtt a budapesti diákok az utcára vonultak az egyetemekről, és tiltakoztak a szovjet típusú államhatalmi elnyomás ellen. A forradalom szabadságharccá változott, amikor a fiatalok fegyverrel a kezükben harcoltak az idegen, a szovjet csapatok ellen. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc elbukott ugyan, de a rendszerváltás 1989-ben mégis megtörtént. Az 1956-os forradalom és szabadságharc példaként is szolgálhat a mindennapjainkban. Tanúságtétel a bátorságról, a hazaszeretetről és az összefogásról. A rendezvényszónok Berényi József 1956 és napjaink történései között vont párhuzamot. Nagyszombat megye alelnöke hangsúlyozta, hogy az akkori Magyarország küzdelme és a mostani Ukrajna harca között vannak párhuzamok, azonban a különbségekre is felhívta a figyelmet. Az egyik nagy különbség, amit hangsúlyozni kell, az az, hogy azért Ukrajna nem volt a demokrácia mintaképe. Már csak azért sem, mert az ott élő kisebbségektől elvette az anyanyelv használatának a jogát. Márpedig Ukrajnának ahhoz, hogy tényleg demokratikus legyen, és tényleg tudjunk szurkolni őszintén a küzdelmüknek, ahhoz azt kellene, hogy biztosítsák, hogy a béke, ha meg újra helyreáll, akkor megkapják a magyarok, az oroszok is, és mindenki az Ukrajna területén élő és nekik járó kisebbségi jogokat. De most nem ezt látjuk, azt látjuk, hogy az ezer sebből vérző Ukrajnában munkácson leveszik a turulmadarat a várról, és az ukrán szimbólumokkal helyettesítik. Ez nem jó jel, a békére nézve ez nem jó jel a magyar, ottani magyar közösségre nézve, és ez nem jó jel az Európai Unióra nézve, hogy ezt rajtunk kívül senki nem látja, és nem is teszi szóvá. Az 1956-os események azt bizonyították, amennyiben az egyének közösséget alkotnak, képesek arra, hogy megváltoztassák a történelmet. Hangsúlyozta Pető Tibor, Magyarország szlovákiai nagykövete, a követség Dunaszerdahelyen rendezett ünnepi fogadásán. Mint mondta, 56 része az egyetemes történelemnek, ugyanakkor kiemelkedő része a magyar történelemnek. Az 1956-os forradalom és szabadságharc egy külön fejezetet jelent a magyar történelemben. Az akkori emberek nem akartak különleges dolgokat elérni. Azt szerették volna, hogy a családjuk biztonságban élhet. Én azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak a jogos igénye akkor is az volt. Akkor ezért sajnos fegyverrel kellett harcolni, és tették is ezt nagyon bátran egy olyan erőviszony mellett, amikor a győzelemre nagyon kevés esély volt.